Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a napon itt megjelent. Csendes tüntetésnek szánjuk ezt a mai itteni napot. Azért, hogy a nagygombosiakat ért törvényes vagy törvénytelen tilakoltatások ellen tiltakozni tudjuk. Muszáj tiltakoznunk. November 26-a óta megjelent egy a 60-i önkormányzat képviselő, aki közölte, hogy életveszélyesek a lakások, és december 20-ig hagyják el őket. Ez elég képtelenség volt, erre én itt Nagygombosan az építési kerületnek voltam az igazgató, az itt élők megkértek arra, hogy segítsek. Úgy éreztem, hogy a egységben van az erő, így alakult meg a Nagygombosi Polgári Egyesület. Küzdelmeinkről most hagyd ne beszéljek, hiszen már sajtó nagyon sokat értesült arról, ami történik. A lényeg az, hogy sajnos az Egyesület sem kap meg törvénybe előírt jogai szerinti lehetőséget. Most ezzel a felméréssel úgy tűnik, hogy a gombhoz, amit november 26-án mondtak, próbálnak kabátot varni. Én feltétlenül szeretnék kiállni amellett, hogy itt nincsenek életveszélyes lakások. Akik nem tudják, és talán azt hiszem, hogy nem tudja az örökségvédelem se, hogy a lakások ajzat szerkezete alá van betonozva. Még a tüggedőlői tankgazdaság idejében alá betonozták. A falak 80 centi vastagok, sehol egy repelés, a tetőszerkezet pedig alapvetően tervezve zsindely tetőre volt, aminek a teherviselése erre is tervezően lényegesen nagyobb, mint a paláké. Elképzelhető, hogy a szerkezet, hiszen azért elég régi a szerkezet, hogy javításra szorul, de semmiféleképpen nem balesetveszélyes. Az itt kihelyezett táblák, ami most a legnagyobb fájdalma az itt élőknek, a behajtani tilos tábla, erről sajnos kérésre sem kaptam meg a polgármester úrtól a határozatot, aminek alapján kihelyezte, de hallom, hogy már kerítést építenek. Ha jól tudom, ez egy műemlékileg védett épület, ahol soha nem volt kerítés, és ezeket a kapukkal csak elcsúfítják a még meglévő szépségét ennek a műemléknek. Nekem az a véleményem, hogy azt kellene betartani, amit a műemlékhivatal határozatában meghozott, hogy a kapukat helyre kell állítani. Tudom, ez pénz. Én úgy érzem, hogy ez a önkormányzat, mintha a Fidesz ellen dolgozna, mintha a Fidesz érdekeit próbálná megalázni, hiszen az itt élőket nem szolgálja, hanem uralkodik rajtuk. Márpedig ez egy választott testület, mi vagyunk a választói, és amúgy is nehéz, amúgy is megszorítások vannak. Minek ilyen kiskirályosodit játszani, és így bánni választó polgárokkal és családokkal. Rengetegen állítanak meg, ma már is fogják meg a karomat, és azt mondják, hogy bezebb az érsek idejében ilyet nem
lehetett volna megcsinálni. Én mindenkit kérek tisztelettel arra, hogy legyen itt velünk, és megköszönök mindenkinek, de mindenkinek azt, hogy kiáll mellettünk. Köszönöm szépen! És most ugye várjuk ezt a statikust, hogy talán meg tudjuk neki mutatni, hogy nem mindenben értünk egyet azzal, nem a szakmájával, hanem a módszerrel. Elmentem oda valami. Ami az mi emlék volt, ez valami meg nem. Lefilmezhetjük persze. Mindjárt nem azért csak, hogy élnek ilyen gyengén látók például. Ott van a gancsú. Vak. Van. Én hogy kezdem? Úgyhogy azért jöttünk a táblán. Az arra lépjen az önkormányzat. Én beszéltem. Akkor a Pata jegyzőasszonya azt mondta, hogy Mert az, hogy elzártak itt 13 családot, azért itt el lehet szorozni magad 3-4 fővel, különnék hivatal, nem átadok a szóba, és akkor én ezzel azt folyamatosan egyeztetek, hogy ő a határozatba küldte, hogy milyen hivatal. Kivel egy nevet mondjon, akivel a Dörgő Erzsébe szóval oda ment hozzá, és azt mondta, hogy most nem ebben a hivatal van. Akkor még mit csinál? Az is egy szépen rendben tartott rész volt ott, ahol az ez a régen, ez egy múzeum, nem is jegyzőkönyv, ez kis múzeum, erősítettünk meg minden rajta. Is hozott számít, csak mondani már, ott a, amit felújítottak hátsó részen, és ugye oszlopok vannak, de felül fenn a padláson van egy szelemen az épület szélén, és mi van ahhoz hozzá kapcsolva valami ilyen, ilyen kengyele, vaskengyele? De mi van ahhoz fölkötve? Nem emlékszik? De talán még a rajzolók is megvannak, az ott össze van kötve, azt hiszem a szarufa és a szelemen. Igen. Emlékeim szerint, de hát ugye az sem van.
arra hivatalnak a hivatalnak. Itt javítani kell. Nem szétdobálni. Nem javítani. Ha itt nem javítani, nézze meg, gyönyörűen. A behajtani filót meg. Lakások vannak, és egyszer benéz már még. Hát nézze meg, hogy az egyik kórházat is ugyanígy ellakadták, privatizálja a hosszúvesz. Csókolom. És az ottani lakosság az ellenállt. Nagyon kérjük az orvosok, mindenki. Én csak is. Csak is. Nem akarnak az itt élők elköltözni. Itt ugye a tangazdaság engedélyt adott arra, hogy a lakások belső szerkezete saját építsék, és alakítsák ki a normális életet. Itt millió hitukat vettek fel az emberek hitelbe, hogy meg tudják csinálni az első szerkezetre. Most a tető. Én futom a 35-ös méretre. Van, mert hiszen cserék már történtek, de például itt is. 35-ös a tartó szerkezet. Ugye zsindelyhelet ezért lényegesen súlyosabb a zsindelyhintapa. Én ezt a falát, engem a hideg rásztól. 70-es évek. Cserélték le a zsindelyt, és nagyon sajnálom, hogy lecserélték. Ezt nagyon jó lenne valamilyen más megoldással átrakni, valamilyen a muzeális értékhez illeszkedő. Hát most két dolgot választottak, hogy vagy legyártatnak palát. Nem szívesen gyártatok palát ide. De már ez van, akkor az kellett volna. Hát most a kanadai zsindelyre volt. Igen. Vagy nem kifejezett, mert az És ha egy kicsit elhatározta magát, és elkezdene, nem sokat költeni. Mert egy ilyen szerkezet megérdemel. Hát valahogy én azt gondolom, hogy ezért lehet, tehát így a felújításokra, meg hasznosításra, hogy valóban ki kéne találni valamilyen. Természetesen, tökéletesen egyetértünk, hogy az itt élők ehhez hozzá. Itt, amikor cserélték a falára a zsindelyt, itt le voltak, ne jönnek, takarva le volt szedve, de itt éltek az emberek. Akkor is. Igen. Tehát nem hajítálták őket ki innen, hanem mindenki tudomásul vette, hogy itt felújítás van, és elfogadta, és ürték, illetve még segítették. De hogy ne oda tetszik jönni, és akkor mindenkivel lehet pár szót váltani. Mindent, azt is, hogy mit ruháztak be, tehát mindent, hagyd lássa, van megoldás, én most egy pár szót beszéltem a szakértő asszonnyal, igenis van építészeti megoldás arra, hogy itt maradhatnak, és itt éljék az életüket úgy, hogy bizonyos dolgokat nyilvánvalóan javítani kell. Találtam, hogy korhadás, meg ilyesmit. Tehát egyszerűen ezek jó állapotban vannak, meg kell nyomjam. Tehát egy-két ilyen rovar rá, de még ez se az. Mondjuk a kritikus az, hogy amikor a födémgerenda bemegy a falba, és a falba, ahogy találkozik, ott lehetnek gondok, de látszik a végén is, és nem. Tehát mondom, itt, ahol itt föl is szedtem, tehát itt, ahol ilyen van, hogy fanul rajta, meg ilyesmit, itt is a gerenda, ez egyszerűen kemény is állja a falat. Tehát én így ezt nem tudom, minek köszönhető, de tehát egyszerűen nem vészes.